Sziasztok! A legutóbbi néhány videóban már észrevehettétek, hogy a ti általatok kért tételek szerint haladok. Ezt továbbra is megtehetitek, lent a komment szekcióban beszúrtam egy linket, és ezen a linken keresztül lehet tételeket kérni, illetve másrészt, hogy ide is várom a kritikákat, megfigyeléseket az előadással, illetve az egész csatornával kapcsolatban. Minél előbb, minél profibb szeretnék ebben lenni. Trombocitopénia. Más néven trombopénia, ezt felváltva fogom használni ezt a két jelentést. Mit is jelent ez? Ugye a trombocitopénia, a trombocciták, azok a primer hemosztázisnak a kellékei gyakorlatilag, ugye a szekunder hemosztázis az pedig állni fog a fibrinogénhez kapcsolt különböző faktorokból, illetve magából a fibrinogén fibrin szárcságból konkrétan. Ez a kettő össze fog kapcsolódni, mindjárt meglátjuk, hogy trombocitopénia. Mikor beszélünk trombocitopéniáról, tehát trombocitáknak a kevés számáról, pénia ezt jelenti. 150 giga per liter alatt, ez a 150, ez egyenlő, 150 giga per liter, az egyenlő a 150 ezer per mikroliterrel is, tehát ez a kettő ugyanaz. Ez alatt beszélünk trombocitopéniáról. Na de, klinikai szempontból vannak fontosabb számok is ennél. 150 és 100 között beszélhetünk enyhe fokozatú trombocitopéniáról, 100 és 50 között beszélhetünk közepesen súlyos trombocitopéniáról, illetve 50 alatt beszélhetünk súlyos trombocitopéniáról. Igazából a klinikumban ez lesz talán a legfontosabb. Mikor van szükség ugye a trombocitákra? Bármilyen sérülés során. Ezeket a számokat úgy érdemes megjegyezni, tehát hogy a vizsgálom azt, hogy 150 alatt trombocitopénia, de hogy gyakorlatban ez mit jelent. 100 alatt nagyon kevés esetben kell ezzel törődni, illetve 100 környékén, mik ezek az esetek, például neurológiai műtétek, kardiovaszkuláris szívműtét, vagy hát ortopédiai, nagy ortopédiai műtéteknél mindenképpen 100 fölött érdemes a trombocitákat tartani. Ezek a legnagyobb vérzésveszéllyel járó műtétek. Aztán 50-es trombocita érték. 50-es trombocita értéket, hát műtét, tehát általánosan a műtéteknek ez a határa. Nem lehet nyilván ennyire egyszerűen kimondani, majd fogjuk látni, hogy a tünetek függvényében lehet kezelni. Utána jegyezzük meg még egy számot, nem is az 50 alattit, hanem a 20-tól már a vérzésnek a veszélye megnő, méghozzá spontán vérzésnek a veszélye. Tehát a 20-as trombocita érték az már indikálja önmagában a trombocita, hát segítséget, trombocita infúziót, transfúziót adott esetben. Ugye a 20-as érték, hogyha tünetmentes, akkor is indikálhatja önmagában. Alapvetően tünetmenteset, ezt már most érjezzük meg, tünetmentes trombocitopéniát nem igazán kell kezelni. Ezt már meg fogjuk beszélni, hogy miért. Jó. Mielőtt még belemennénk az etiológiába, annyit azért érdemes tudni itt a számok tengerében, hogy azt már ugyanúgy megbeszéltük például az anémiák során is, hogy ugye a populációnak, például a férfi populációnak ugye 135-től mondjuk 170-ig tart a hemoglobin tartalma, vagy hemoglobin koncentráció, itt is ugye 150-től 400-ig van a laborérték. Na de vannak olyan emberek, akik egészségesek, és ezen értékek alatt van mondjuk a trombocita értéke, azokra biztosan ki lehet azt mondani, hogy ő beteg, trombocitopéniája van? Hát ugye a populáció 2,5%-ára, hogyha itt alulról közelítjük meg ugye a konfidencia intervallumot, akkor a 2,5%-a az egészséges populációnak is kevesebb, mint 150-es, 150 giga per literes trombocitával fog rendelkezni. Ezt azért érdemes így nézben tartani, hogy nem feltétlenül kóros, hogy a 150 alatt van, ritkán lehet ez normális is. A másik pedig nem feltétlenül jó az, hogyha 150 giga per fölött van, tehát nem teljesen biztos az, hogy akkor most itt a trombocitákkal semmi probléma nincs. Mondok erre is egy példát. Heparin indukálta trombocitopénia képes arra, hogy mondjuk egy 400-as trombocita számból, 400 giga per literes trombocita számból csinál egy 200-asat. Itt az 50%-ot, hogyha megjegyezzük, tehát hogyha 50%-ot csökken
a trombocita szám, akkor az már kórosnak vélendő, még akkor is, hogy ez 150 giga per liter fölött marad még így is. Tehát két dologra kell figyelni, az egyik az az, hogy a mértékét mindig kell tudni, hogy mennyit csökkent, hogyha erre nyilván van lehetőség és dokumentáció, a másik pedig adott esetben, ritkábban lehet ez normális is, hogy egy kicsivel kevesebb 150-nél. Még annyit, talán ez tényleg csak plusz információ, hogy körülbelül 100-ig figyelték meg normális esetben, tehát 100 giga per literes változást figyeltek meg normális esetben, ennyi előfordult, hogy a 100-nál nagyobb, akkor már megint csak, még akkor is, hogyha ugye 150 fölött maradt, hogy a 100-nál nagyobb csökkenés van egy illető vérében a trombociták tekintetében, akkor érdemes ennek utána járni. Ezeket a plusz információkat összeszedve még egy dolgot érdemes tudni, a trombasztémiákról nem igazán ez külön tétel, ezért ezt most említeném meg, ugye a pénia a számbeli csökkenését jelenti a trombocitáknak az asztémia. Az asztémia pedig a trombociták működési, minőségbeli zavarát, gyengeségét, hát itt szó szerint elfordítva a latinból jelenti. Milyen trombasztémiák vannak? Ugye van kettő fajta, amit nagyon kell tudni, az egyik a Bernard-Soulier trombasztémia, ez ugye trombocitopéniával is járhat, tehát még releváns is ebből a szempontból. Itt a glikoprotein 1B-nek a hibájáról van szó. A glikoprotein 1, tehát a trombocitán lévő glikoprotein 1B, az a von Willebrand faktorhoz köt. Aztán van a glikoprotein 2B3A, ennek a zavara pedig a Glanzmann nevezetű trombasztémia. Ez a glikoprotein 2B3A, ez pedig a fibrinogénhoz fog kötni. Tehát egyrészt van a trombocita, oda köt a von Willebrand faktorhoz, az endotélhoz stabilizálja magát, másrészt pedig a fibrinhez fog kötni, tehát ugye a szekunder, amiről az előbb beszéltem, a szekunder hemosztázissal így fog tudni összekapcsolódni például a trombocita. Ilyenkor érdemes a fejben gyorsan végigpörgetni, hogy a glikoprotein 2B3A honnan kell, hogy ismerős legyen, vagy aki nem tanulta, az most csukja be egy kicsit a fülét, később fogja tanulni. Ugye vannak erre specifikus gátlók, ilyen az apciximab, a tirofibán és az eptifibatid például, illetve van az ADP receptorára, ugye ez a P2Y12-es receptorra ható gyógyszer, klopidogrélnek hívják, ez pedig indirekt módon hat a glikoprotein 2B3-ára. Ezeket ilyenkor mindig érdemes gyakorolni a fejünkben, a gyógyszerneveket az hamar elfelejti az ember, tehát amikor lehetőségünk van rá, most például a Glanzmann trombasztémén keresztül gyakoroljuk végig a gyógyszereknek a nevét. Tehát asztémiákat megbeszéltük, ezt a két fajtáját. Menjünk tovább etiológiába. Mielőtt még belevágnánk, egyszerűsítsük le ezt a 9 darab etiológiai faktort, mondjuk 3-4-re. Hogy néz ez ki? Etiológia alapvetően, hát mondjuk úgy, hogy 4 faktor miatt jöhet létre, a negyedik az ilyen artificiális faktor igazából. Ami fontosabb, az a csontvelői, illetve a képzésnek a zavara, ha tisztábban akarjuk kifejezni, tehát képzés károsodik, károsodhat, maga a trombocita destruálódhat, tehát destrukció, illetve lehet szekvesztráció, és hát lehet mondjuk dilúció, dil. És akkor így be lehet szépen ezeket osztani, és meg lehet könnyen jegyezni. A képzésnek a zavar az első három lesz. A csontvelőt érintheti, a májt érintheti, illetve a vitaminok ellátottságot érintheti a képzésnek a zavar. A csontvelőben mi történhet? Károsodhat a mikroarchitektúra, csontvelőre hathatnak gyógyszerek, sugárzás például, illetve hát tumoros folyamatok is a mikroarchitektúrán kívül. Tehát egyrészt van ugye a mielop 10 is, ezt nem megbeszéltük az aplasztikus anémiáknál, ami ugye a csontvelőből való kiszorítódást, tehát a sejtes elemeknek a kiszorítódását jellemzi. Néhány ilyen jusson azért teszünk be, ami a csontvelőt érint, ez a mielodiszpláziás szindróma, ugye klonális, különböző klonális szindrómák, akár még a PNH-t is, a paroxizmális nocturnális hemoglobinúriát is ideírhattam volna. Aztán mielofibrózis, mieloproliferatív betegségek közül, aztán aplasztikus anémia, ugye, ami nagyon súlyos állapotokat tud letenni.
Aztán ezen kívül, ezek itt a csontvelő mikroarchitektúrája, illetve klonális elbújházására utal egyrésztről, másrésztről pedig a toxicitás. Mi lehet toxikus? Hát sugárzás, kemó, így rövidítem most. Toxikus lehet sugárzás, illetve kemó, illetve még a csontvelőbe bejuthatnak antitestek is, immunmediálta antitest általi destrukciója, a megakariocitáknak. Tehát megakariociták, amikből ugye szépen leválnak és abból képződnek gyakorlatilag a trombociták, ezeknek a károsodása, antitest mediálta károsodása is vezethet a képzésnek a zavarához. Ezek néhány példa, ezeket mindig pörgessük át ilyenkor a fejünkbe, amikor a csontvelőről van szó. A májban mi is történik, aminek van köze a trombocita szintézishez? Hát a trombopoetin, ami ugye ostorozza nekünk a csontvelőben a trombocita érést, a megakariocita érést, az fog zavart szenvedni, tehát a trombopoetin szintje, hogyha lecsökken, mondjuk májcirózis, májelégtelenség, késői májelégtelenség, krónikus májelégtelenség hatására, akkor ugye nem fogja a csontvelőnek jelezni a szervezet, hogy kéne még trombocita. Aztán a májban lehet hiperszplénia. Tehát hiperszpléniát tud okozni ugye a májcirózis. A májcirózis az a vér átáramlását fogja egyrésztről akadályozni, másrészt ugye ott tudjuk, hogy a vér ellenállása is, illetve a véredényeknek az ellenállása is megváltozik, nitrogénmonoxid szint nő. Ennek az lesz a vége, hogy hiperszplénia lesz, ugye a vének kitágulnak, a lymf kitágul, túl fog dolgozni, tehát szplenomegália lesz, az a tapintható lelet és a kopogtatható lelet, a hiperszplénia pedig a trombocitáknak, a fehér vérsejteknek és a vörös vérsejteknek, bármelyik vonulatának, ugye a mielóid vonalnak, a csökkenése, vagy limfoid vonalnak, ugye a csökkenését jelenti, és ez pedig a hiperszplénia, tehát ez a funkcióra utalik hiperszplénia, a szplenomegália pedig a alakra, kinézetre. Jó, vitamin, ellátottság, milyen vitaminokról van szó? Ugye B12, folsav, ezt már a megaloblasztos anémiáknál megtanultuk, illetve láttuk. Hasonlóan ott is láttuk, hogy a réz milyen fontos szerepet játszik. Ugye a réz milyen enzimekben vesz részt, gyakorlatilag ugye ez a hefesztin nevezetű fehérje, illetve a ceruloplazmin nevezetű fehérje, mind a kettő a vasmetabolizmusban játszik szerepet, amit tudjuk, hogy a trombocitákban, illetve a vörösvértestekben hát igen nagy szerepe van, ugyanúgy a fehérvérsejtekben is. Tehát ebben a metabolizmusban vesz részt, ugye a hefesztin az egy membránhoz kötött oxidáló fehérje, kettesből hármas vas, tehát ferro ionból ferri ion csinál, a ceruloplazmin pedig ugyanezt csinálja, csak szolubilis formában, és még a rézmetabolizmusban is részt vesz. Jó, szekvesztráció. Itt a hiperszpléniára kell gondolni, tehát ezt idehúzom, ez a másik mechanizmus, ahogy itt egyszerre két mechanizmus fordul elő, azért tanakodtam, hogy odaírjam, de szerintem így egyszerűbb is megjegyezni, hogy már tudjuk, hogy ez a hiperszplénia emiatt is létrejöhet. Tehát ide a hiperszplénia jön, és akkor a máj cirrózison kívül még ide jöhet például a mielofibrózis is. Mi történik mielofibrózisban? Mielofibrózisban ugye áttevődik a csontvelőből a májba, illetve a nyirokcsomókba lépve, tehát a retikuloendoteliális rendszerbe áttevődik a hematopoézis. Ezek megnőnek, funkciójuk ugye felgyorsul, megnövekszik, hiperszplénia lesz, tehát mielofibrózis hiperszpléniát tud ugyanúgy okozni, mint egy májcirrózis. Jó. Menjünk tovább az immun eredetű képekkel. Ugye itt már a destrukcióra fogunk áttérni, tehát megbeszéltük akkor a képzésnek a zavarát, megbeszéltük a szekvesztráció zavarát, és akkor most beszéljük meg a destrukciót, mint olyat. Immun eredetű destrukció. Ugye itt az antitestes destrukcióra kell gondolni, ennek van egy neve, ez az immunmediálta trombocitopénia. Immun trombocitopénia.
Erről csak néhány infót. Kizárásos diagnózis, tehát minden mást ki kell zárni. Alapvetően itt az antitesteknek nincs annyira nagy szerepe, tehát a laborban, hogy ezeket mérni lehessen. Ezt zárójában megjegyzem, és ezért kell tudni, hogy ez egy kizárásos diagnózis, előtte minden mást ki kell zárni. Az immuntrombocitopémiáról azt is érdemes tudni, hogy igen alacsony, tehát akár egy számjegyű trombocita értékkel is járhat, 5-10 000-es trombocita értékekkel is járhat, nagyon alacsony szinten is lehet még tünetmentes, ellentétben mondjuk egy aplasztikus, odaírtam, aplasztikus anémiával, ami már azért alacsonyabb értékeken igen súlyos tüneteket is tud okozni, az érzéses tüneteket. Jó, tehát immuntrombocitopénia, ezeken kívül az antitest mediálta lehet még szisztémás lupus eritematózus, tehát lupus vagy antifoszfolipid szindróma, ezek szekunder ITP-hez tudnak vezetni többek között. És ezeknek ugye majd a laborban és a diagnosztikában lesz szerepe. Jó. A nem immun mediálta betegségek, hát itt kétfelé osztanám, a ritkábbal kezdem, ezt érdemes tudni, ezt bőrgyógyászatból tanultuk egyébként, ez a Kasabach-Merit nevezetű jelenség, amikor is egy hemangioendoteliómában, ez gyermekeknél fordul elsősorban elő, hiszen nekik akkor nekik kisebb a testük, és sokkal nagyobb bajt tud okozni adott esetben egy hemangió, mint egy nagyobb testű felnőttnek. Tehát ott a Kasabach-Merit jelenség az azt jelenti, hogy betrombotizál gyakorlatilag, és elfogyasztja a koagulációs, hát egyrészt faktorokat, másrészt pedig a trombocitákat ebben a hemangiómában a való betrombotizálódás fogyasztja el, és ez fog trombocitopémiához vezetni. Aztán a nem immun eredetű, másik nagyon fontos, tehát itt mindjárt ki fogom emelni, hogyha végigértünk, hogy melyek a legfontosabbak, amiket tényleg mindent kell róluk tudni, a TMA-k, tehát a trombotikus mikroangiopátiák, hogy ide tartozik a DIC, a TTP, HUS, tehát diszeminált intravaszkuláris koagulopátia, a trombotikus trombocitopéniás purpura, a hemolitikus urémiás szindróma, HELLP szindróma, pre-eklampszia is ide tartozik. És a HELLP szindrómáról, illetve a dilúcióról majd mindjárt jusson eszünkbe az, hogy terheseknél trombocitopénia nem mindig, tehát hogyha önmagában trombocitopénia van terhesnél, nem feltétlenül jelent HELLP szindrómát, tehát ugye HELLP-nek benne is van a definíciában, hogy low platelet, nem mindig jelent HELLP szindrómát, lehetséges, hogy ez csupán ugye dilúciós eredetű, úgymond artificiális, hát kicsit túlzással artificiális, tehát dilúcionális eredetű trombocitopéniáról van szó, ami a szüléssel fog rendeződni, tünetmentesen jár, tünetmentes, és alapvetően nem kell kezelni, tehát nem okoz tünetet. Na, tehát a TMA-knál nagyon fontos ezeket mind tudni, és itt is a DIC-et emelném ki, amit majd később is lesz róla szó. Jó, a dilúcionális ugye egyrészt lehet trafó miatt, az ugye a transzfúziónak most a rövidítése, a slang használata, trafó, vagy hát a várandóság. Ezekben az esetekben lehet dilúcionális, és ez volt az a 4 fajta, amiről itt beszéltünk. Ez az utóbbi 2, ez pedig kevert fajták, tehát itt az infekció alkoholnál mindegyik megtalálható, a csontvelő depresszív hatása és az infekció, bármilyen infekciónak is alkoholnak megtalálható. Ugye a destrukciója, a periférián való destrukció és a periférián való eltávolodása, szekvesztrációja is megtalálható. Infekcióknál nagyon fontos a hepatitis C-nek a szűrése, illetve a HIV-nek a szűrése. Ezt is bekarikázom ugyanúgy, mint a DIC-et, mert fontos lesz a diagnosztikában. Gyógyszernél is szintén meg lehet különböztetni immun, nem immun mediálta gyógyszermechanizmusokat. Az immun mediálta közül, tehát akkor mondjuk legyen az I, az az immun, az NI, az pedig a nem immun. Kinin, ami az immun mediálta trombocitopéniában szerepet játszik, vagy tonik. Ez érdekességképpen az is kiválthat nagyon ritka esetben.
A nem immunnál pedig több ilyen gyógyszer is van. Visszatérnék a toxicitás kérdésére, kemoterápiák például nem immunmechanizmussal fognak ugye csontvelő deplíciót okozni például, és trombocitopéniát adott esetben. Még egyet kiemelnék, amiről szintén lesz szó, ez a heparin indukálta trombocitopénia, akár trombózissal is, tehát HIT röviden. A HIT-ről annyit érdemes tudni, két fajtár, illetve kétféleképpen jelentkezhet, ezt most nagyon-nagyon meg kell jegyezni, és akkor könnyebb dolgunk lesz a klinikumban is. Az egyik jelentkezési formája az, amikor kezeljük a beteget már mondjuk legalább 5-10 napja, és azt vesszük észre, hogy egyszer csak, ez több mint 5-10 nap után, egyszer csak lecsökken, ugye ahogy az elején említettem, lecsökken a trombocita száma mindenféle egyéb ok nélkül. HIT-re kell gyanakodni, ugye, hogyha kezeljük őt alacsony molekulasúlyú heparinnal például. Tehát HIT-re kell gyanakodni. A másik ilyen esetőség, amikor HIT-re kell gyanakodni, amikor ugye, trombózis miatt megkapja az LMVH-ját, és az nem akar javulni, sőt, még propagálódni is fog az LMVH, akkor nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy meg kell emelni az LMVH-nak a dózisát, hanem a heparin indukálta trombocitopénia, illetve trombózisnak az állapota áll fönn. Tehát ebben az esetben nem az LMVH emelésével kell játszani, hanem át kell váltani például dabigatrára vagy argatrobára adott esetben, és onnan pedig ugye a K-vitamin antagonistákat kell alkalmazni. Jó. Tehát akkor még egyszer, amit ki kell emelni, és amit nagyon fontos tudni, az a DIC-nek a jelentősége, az immuntrombocitopénia, a hepatitis C HIV vírus, illetve ezen az oldalon pedig a csontvelőkről, hát szinte mindent kell tudni ebben az esetben. A csontvelőhöz még hozzátartozik az is, hogy vannak örökletes kórképek, ilyen például a Viscott-Aldrich-szindróma vagy Fanconi-szindróma. Ugye a Viscott-Aldrich-szindróma az limfopéniával is jár, ekcémával is jár a trombocitopénia mellett. A Fanconit pedig már megbeszéltük ebben a videóban, illetve az aplasztikus anémiás videóban volt rá említés. Ugye ez a kafiolé-foltok mikrokefáriával járó alacsony testalkatú gyermekeknél kell Fanconi-szindrómára. Illetve a Fanconi anémiára gondolni, ugye a Fanconi szindróma, megint elszóltam magam, a Fanconi szindróma az ugye a vesség proximális tubulusainak a betegsége, tehát semmi köze a Fanconi anémiához. Ezeket mindenképpen fontosnak tartottam kiemelni, illetve az ITP kapcsán még érdemes azt is tudni, hogy ha autoimmun hemolitikus anémiával jelentkezik, tehát AIH-val, akkor ebben az esetben azt Evans-szindrómának nevezik, tehát ITP plusz AIHA egyenlő Evans-szindróma. És akkor most menjünk tovább a tünetekre, diagnózisra és a kezelésre.